Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, és ahogy megszokhattátok, kedves feleségemmel együtt, nagyon boldog új évet kívánunk, legyen nagyon gazdag, boldog és egészséges az új évetek, és készítsetek el, mint tavaly, rengeteg finomságot a konyhánkból, ma is egy nagyon kellemes és finom levessel jöttem, füstölt kolbászos kenyérgombóc leves. Na most természetesen, ha nincs kenyér, nincs egy kis szikkadt kenyér, bátran zsömlével is tudtok dolgozni, tehát akár lehet egy füstölt kolbászos zsömlegombóc leves, ahogy ti gondoljátok. Egyébként volt olyan eset, hogy ebbe beleépítettem füstölt csülköt is, az is fantasztikus. Na, mondom, mi van a deszkám, és igaz, kevésbé ismert ez a leves, nagyon ajánlom az elkészítését, roppanód egyszerű, és azt mondom, alapanyag szinten se egy horrorisztikus dolog, tehát ezeket a dolgokat meg lehet vásárolni, és egy jó kis levest össze lehet dobni. Tudjátok, a levesre szüksége van a szervezetnek, nem is kis mértékben, és most attól függetlenül, hogy rengeteg receptet föltettem, süteményt, készételeket, és sorolhatnám, azért elég sok levest fogyasztunk itthon, de hát levesekből is találtok nem egyet. Na, nem pofázom sokat, mondom az alapanyagokat. Szikkadt kenyeret láthattok, a jóságos és hálás, megunhatatlan, nagyon nagy kedvenc zöldarany. Hát ugye magyaros leves, ott a helye, bőségesen. Tenni fogok a gombócba is, és tenni fogok jócskán a levesbe is. Egy kis füstölt kolbász, amit láthattok, ez éppen egy jó 100 g, de hát nyilván, mint említettem, bármilyen kis füstölt terméket bele lehet csempészni, akár apróra vágott kis füstölt csonkát, tökéletes bele. Láthattok sárgarépát, zellert, vöröshagymát, fokhagymát, 2 darab tojást, lisztet, egy kevés zsírt fogok felhasználni, ez éppen egy, hát az ünnepek alatt sütöttem itt nagyon sok minden húst, tehát sütöttem lapockát, sütöttem tűzdelt, fokhagymás húst, na, ez ennek a zsírja, de nyilván liba, kacsa, sima, hagyományos sertészsírt is föl lehet használni a leveshez, vagy éppen aki úgy gondolja, egy kis olaj hozzáadásával elindítván, úgy is meg tudja főzni a levest. Na, őrölt kömény, piros paprika, hagyományos édesnemes piros paprika, nyilván lehet csípőset is használni, só, fekete bors, kezi, csókolom, ennyi az egész, amivel kezdünk, és hát ugye ami a legfontosabb, zöldségek alapos megmosása, tisztítása, és onnantól akkor bekapcsolódtok ti is. El is indíthatjuk a zöldségeknek a feldolgozását. Alaposan át van mosva minden, ez a lényeg, és tényleg ez a legfontosabb, mivel földesáruk. Kezdünk a vöröshagymánál, és tudjátok, nagyon sok videóban megmutattam, de viszont ebbe az esetben nem kell az a nagyon finom formáció, látjátok, gorombára vágom a hagymát, és ugye ennek a hagymának lesz szerepe maga a gombócba, és természetesen teszünk a levesbe is. Ezen a módon vágom össze, nem kell finomabbra, lesz egy hőkezelés, természetesen folytatom a többivel, és utána mutatom nektek azonnal a fokhagymát, azt egyszerűen a ripiropi technológiával, tudjátok, meg fogom roppantani pár másodperc, és úgy megy az is a zsiradékra. Na, ezt nagyon gyorsan be is fejeztem, ennyi az egész, jöhet a fokhagyma művek, egyszer ráteszem a késnek a lapját, megroppantom, és ebbe a formációba ennél jobban ezt se vágom össze. Indíthatjuk a hagymákat, vörös hagymát, fokhagymát, és lényegében azért szoktam így tenni, hogy expedítíven tudjunk dolgozni, tehát amíg fonnyad a hagyma, addig nyugodtan foglalkozhatunk a sárgarépával, az ellerrel, a kolbásszal és a kenyérrel. Mint látjátok, beletettem egy jó evőkanál zsiradékot, hozzátettem ebbe a pillanatba a vörös hagymát, fokhagymát, egyszerűen le fogom dísztelni, egy nagyon-nagyon picit essen össze, és tudjátok, ebbe az esetben hozzásegítünk egy nagyon-nagyon pici sóval, hogy utána még tudjunk korrigálni. Az ízesítésnél lényegében 3-4 perc alatt gyönyörűen össze fog rogyni, megyünk, földolgozzuk a további zöldségeket. Jöhetnek a további zöldségek, pontosabban a sárgarépa, a zeller. Lényegében el kell vágni négy fele, így a legegyszerűbb, és ajánlom, hogy azért megmaradjon a kellemes mérete is, ha nagyon-nagyon picire vágnátok össze, akkor egyszerűen szétfőn a levesbe. Mutatom nektek ezt a módozatot, körülbelül így szoktam, ilyen formációba kerül bele, és ugyanígy fogok eljárni az ellerrel, természetesen körülbelül ilyen darabokra vágom össze őket.
elkezdtem összevágni az ellet is, és látjátok, semmi extrázis, ugyanúgy fölcsíkozom, és keresztbe fordítva ilyen méretre összedarabolom őket. Ezután jöhet a kolbász és a kenyér. Kolbászra kitérve, összességében csak annyi jó tanácsom van, és látjátok, nagyon-nagyon vékonyra megpróbálom fölszelni, mert ugye hát ez a gombócba lesz beletéve, és ott viszont tényleg fontos, hogy ne legyen a nagyon nagy. Egyszerűen föl fogom csikozni, mint a zöldségeket, de látjátok, jóval-jóval vékonyabbra, és úgy szintén keresztbe el fogom vágni. Hát itt már mindenki döntse el esetleg, hogy hányszor fog átmenni rajta. Ilyen nagyon-nagyon pici kolbászmorzsát készítek. Ha esetleg úgy látjátok, hogy ez túl nagyra sikerült, akkor természetesen, mint ahogy mutatom, át lehet egyszer-kétszer menni rajta, és természetesen folytatom a többivel, vékony csikok, kezi csókolom. Ha itt látjátok, vastagabb lett, fordítotok egyet rajta, ennyi az egész. Készülnek a kenyérkockák, lényegében ezt meg se kéne mutatnom, hisz ugyanakkor el kell körülbelül összevágni, mint a zöldségeket, csak azért mutatom ezt is meg nektek, egy-két információ. Egyszerűen be fogom tenni a sütőbe, alsó-felső sütés, vagy éppen légkeverés, teljesen mindegy. Tehát itt az a lényeg, hogy szép ilyen aranybarna szint kell rá sütni, utána készítek egy lágy galuska tésztát, és már mehet bele a kolbász, a petrezselyem, és egyebek, ízesítünk, egy nagyon-nagyon finom gombócot fogunk létrehozni, ennyi az egész. Folytatom tovább, és mihelyt kész vagyunk, és lényegében látjátok, néha bele lehet keverni a hagymába is, azonnal folytathatjuk a levest. Nagyon kellemesen lefonnyadt a hagyma, nézzétek meg, és ugye pontosan elég volt az az idő nekünk, hogy a többi kis apróságot föl tudjuk dolgozni. Hoztam magammal egy kis üvegtálat, és körülbelül mutatom nektek, két ilyen kis lapátnyit beleszedtem, ezt föl fogom használni a gombóchoz, tehát ez nagyon hasznos. Továbbiakban hozzá fogom tenni a sárgarépát, az ellet, és jó alaposan oda fogom sütni, addig még abszolút se sót, se borsót, semmiféle ízesítőt nem teszek hozzá, ez körülbelül egy jó 2-3 perces folyamat. Oda pirítottam, oda sütöttem egy nagyon kicsit a zöldségeket, jöhet az ízesítés. Sóból összességében 2 ilyen csapott teás kanállal teszek bele, és tudjátok, már egyszer a hagyma sózva van, oda kell figyelni rá. Jöhet egy nagyon pici kömény, aki szereti természetesen, egy ilyen csapott teás kanállal tettem bele, és jöhet egy, mutatom nektek, ha kijönne, ki is jött, egy pupos teás kanál, piros paprika. Nem utolsó sorban fekete törtbors, itt lehet fehér, fekete, zöld, rózsabors, ami nektek a kedvencetek, bármelyiket használni, és hát ahogy szoktam volt mondani, bizonyos mértékkel, hát aki nem szereti, az esetleg ne tegyen bele. Egyszerűen össze fogom forgatni, nem fog megégni a piros paprika, nem kell félni tőle, és egyetlen egy evőkanálnyi, félpupos evőkanálnyi lisztet hozzáteszek, tudjátok, mestalbolom, itt a forró zsírgőz miatt, ez gyönyörű szépen át fog gőzölődni, és ettől nem lesz csomós az egész. Ez körülbelül egy a 20-30 másodperc, a tetején el lehet rendezgetni egy picit, és ahogy látjátok, hogy tűnik el ez a lisztes állag, bátran föl lehet majd önteni. Természetesen előtte egy nagyon-nagyon picit át kell keverni, mint most meg is teszem, nézzétek meg, ennyi volt az egész, és innentől kezdve biztos lehettek benne, hogy abszolút, de nem lesz csomós. Itt van egy nagyon-nagyon pici nemes pörzsanyag, nézzétek meg, kellemes, hasznos, és miután fölöntöm, az el fog tűnni maximálisan. Jöhet a víz, ez egy jó 2 liter víz, de természetesen majd korrigálni fogom még. És elkezdjük főzni, megyek a kenyérkockához, veszem ki, és ugye ott van még a petrus, amit össze kell vágnunk. Tovább is léphetünk, foglalkozhatunk a petrezselyemmel. Háttérben gyönyörű szépen zümmög a leves, és azért mondom ezt is, hogy zümmög, nem kell 8-9-es fokozaton,
5-ös, 6-os, ha valakinek gáztűzhelye van, éppen egy takarékon zűmögjön a leves, hiszen van egy kis restanciánk, össze kell vágnunk a petrezselymet, és össze kell állítanunk ezt a nagyon finom kolbászos kenyérgombócot. Na, amivel tartozom, és látjátok Petrus szinten, de ezerszer mutattam, egyszer összefogom, kicsi gombóckát képzek, és természetesen, ahogy szoktam volt mutatni nektek, ez a jó kis harsány hang jöjjön, összevágom a petruskát. Hát itt is most mit mondjak nektek, szerintem tudjátok, mit akarok mondani, lehet gorombára, vagy éppen finomra vágni, én gorombára fogom hagyni, jól áll a levesbe, és nagyon jó fog mutatni a gombócba is. Ez kb. Egy olyan 15-20 másodperc, 5-6-szor át kell vágni. Készült a kolbászos kenyérgombóc, vagy éppen a kolbászos zsemlegombóc, ahogy ti gondoljátok. Mind a kettő nagyon finom a levesbe. Ide helyeztem egy keverőtálat, lisztet belehelyeztem, két tojást beleraktam. Na most itt nektek majd megint csak ki fogom írni, hogy milyen arányokkal dolgoztam, de ugye az ilyen galuska tésztáknál, vagy ilyen zsemlegombócoknál, kenyérgombócoknál én azt javaslom, nem éríts kézzetek, nem kell mérleg, ahol inkább ezt meg kell tenni a cukrászipari termékek, a sütemények, mindenki érezze, hogy mennyi kell bele, mutatni fogom az állagot, és abból egyértelműen ki is derül. Na, legelső dolog, liszt tojás, hozzá fogok tenni egy pupos teáskanál sót, nem kell több bele, jöhet éppen vagy színes, vagy fekete bors, most a feleségem kedvéért imádja a színes borsot bele fogok törni, és itt is elmondva, ki mennyire szereti ízlés szerint, nyilván nem az a cél, hogy csípős legyen a gombóc, na de azért érezzük a törődést, tökéletes. Ide hoztam vizet, ez megint csak egy random mennyiségű víz, elkezdem beleönteni, és mint a galuska tésztáknál, mutatom nektek, egyszerűen egy éttermi kanállal, egy leveses kanállal elkezdem kikeverni. Na most itt annyi az érdekesség, és majd látni fogjátok, hogy valóban egy lágy tésztát kell, hogy kapjunk, hiszen ezek az alapanyagok, hogy elférjenek bennük, és nagyon kellemesen ez a lágy tészta, hogy föl tudja venni, tehát nem szabad, hogy sűrű legyen a tészta. Mutatom is nektek, és itt ebben a pillanatban meg is álltam, ez a lényeg. Egy nagyon lágy, nézzétek meg, nem teljesen kidolgozott galuska tészta, nem is kell teljesen kidolgozni. Na majd visszamérem nektek a vizet is, hogy érezzétek a törődést. Jöhet bele a hagyma, amit félretettünk, alaposan kitakarítjuk, jöhet a kolbászművek, nagyon fontos, hiszen ő az egyik főszereplő, és egy halom petrezselyem, ami viszont nagyon nagy kedvenc, és itt a helye benne, meg fogjátok érezni az ízhatást. Egyszer megfogom, és pár mozdulattal maga ezt az alapot összekeverem. Ez összességében pár másodperc, mint látjátok. Na és amikor ezzel megvagytok, kanalat félretéve, jöhet a kenyérkocka, vagy éppen a zsemle, és összességében csak össze kell forgatni, álljon össze. Én szoktam pihentetni körülbelül egy olyan 6-8 percet, és csak utána szaggatom a levesbe. Tökéletes, itt van még egy nagyon pici. Szilvike megmutatja nektek ezeket a kis apró morzsákat. Ha úgy érzitek, hogy még mindig picit laza a gombóc, ezt hozzá lehet szólni, más esetben viszont nem szükséges. Na, ismételten jöjjön a munka, és mint látjátok, gyönyörű szépen kezd összeállni, kezdi fölvenni a tészta a kis kockákat, pár másodpercen belül ezzel maximálisan úgy szintén meg lehet lenni. Meg is lehet kóstolni már ebbe az állapotába, hogy kell egy kis só vagy éppen bors hozzá. Nézzétek meg, önmagába nagyon jól néz ki. És ennyi is volt az egész, nézzétek meg. Egy nagyon picit elsimítva, 6-8 percet pihentetve viszem a leveshez, és hát nem mondom, hogy szaggatom, formázom bele. Kezdhetjük a gombócoknak a szaggatását, pontosabban a kiformázását. Egyébként a szaggatásra kitérve, aki nem szeretne kézzel belenyúlni, nyilván egy éttermi, egy evőkanállal, egy konszomés kanállal, bármilyen kis kanállal nyugodtan ezt meg tudja tenni. Konszomés kanál, tudjátok, az majdnem olyan, mint a leveses kanál, de mégse a csésze levesekhez adják az éttermekbe. Tehát egy nagyon picivel kisebb, ennyi az egész. Hoztam egy vizes pixist magammal,
egy olyan jó 90 fokos a leves, nem kell, hogy folyjon megint csak. Én nagyon picit megnedvesítem a kezem, és nem kell, hogy csorogjon róla természetesen. Egyetlen egy pici kis gombócit kiveszek, megformázom, és lényegében az összessel így fogok eljárni, nézzétek meg, nagyon-nagyon csinos mehet a levesbe, egy nagyon pici vizezés, és jöhet a többi gombóc bele, tökéletes. Nagyon csinosak. Mutatom nektek a leveskét, és azt még elmondva, hogy miután belekerült az összes gombóc, mindenféleképpen érdemes egy fedőt rátenni, 10-12 percig főzni, és mielőtt még azt is elfelejteném, a gombócok belekerültek volna, és láttátok, 2 liter vízzel kezdtem el főzni, még 1 liter víz hozzáment, tehát 3 liter víz, mentek hozzá a gombócok természetesen, és 10-12 perc innentől kezdve a főzési idő. Na most, az első időben, amikor belekerültek a gombócok, éppen egy nagyon-nagyon picit, itt oldal vájzból megforgatva érdemes csak kezelni őket. Amikor már megfőtek a gombócok, akkor már bátran lehet keverni. Jöhet az utolsó lépés, és ismét egy korona a levesen. Zöld arany petruska, kezit csókolom, ennyi, át fogom forralni. Most tartunk 10 percnél, még 2 percig átforralom, és lényegében lehet tálalni. Egy fantasztikus és nagyon finom leves. Zárásképpen, ahogy megszokhattátok, mutatjuk nektek ezt a nagyon finom kolbászos kenyérgombóclevest. Tiszta szívből ajánlom mindenkinek, hogy kóstolja meg, főzze meg, hiszen ez egy kis különlegesség az asztalon. Nagyon-nagyon kevesen ismerik. Aki eddig megkóstolta, akinek eddig bemutattam, az rendszeresen főzi, ez biztos, hiszen nem egy alkalommal voltam vendégségben, és szembenézett velem a saját levesem. Na, tehát egy nagyon finom, tartalmas, és lényegében hát nem a zöldségek miatt annyira tartalmas, maga a gombóc miatt, és ugye mivel benne van ez a kevés kis füstölt kolbász, az egész levesnek nagyon-nagyon finom ízt ad. Mutatom a fazék tartalmát, egy nagyon picit belekeverben, nézzétek meg, csodálatos. Én azt mondom, egy 5-6 embernek ez a mennyiség teljes mértékben tökéletes, és ízeibe, higgyétek el, nem fogtok csalódni benne. Fél óra, 35 perc alatt úgy, ahogy van, caklipak, de legyen 40 perc mindennel együtt, össze lehet rakni, és akár, hogyha marad másnapra be a hűtőbe, jól összeérik, másnap is egy tökéletes ízhatás fog fogadni benneteket. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon egészséggel, és hamarosan ismét egy finomsággal jelentkezünk. Szevasztok!